A Pöttömkertet a gyerekek vehették birtokba a 17. alkalommal megrendezett gyarmati vigasságok mellékrendezményeként. Fajátékok, arcfestés, ugrálóvár és körhinta várta a legkisebbeket. Eközben a központi tér melletti út átalakult egy hatalmas kirakodóvásárrá. A gyarmati vigasságok nevet kapott rendezvény azonban nem volt mindig ilyen nagyszabású. Az önkormányzat több éves munkája és a település lakóinak türelme és lelkesedése is kellett hozzá. Már ez a rendezvény olyan színvonalúvá nőtte ki magát, hogy más országokból, illetve más megyékből is szívesen látogatnak el hozzánk. Tehát azt lehet mondani, hogy nemzetközi hírre is szert teszünk, de természetesen elsősorban az volt a cél, hogy a honfoglaláskori hagyományokat felelevenítsük, illetve a fehérgyarmati vagy a térségben lakó közösségeket összetartsuk egy kicsit, és olyan kulturális rendezvényeket biztosítsunk számukra, amelyet érdemes megnézni és szórakozni rajta. A járás megye székhelyén rendezett fesztivál a térség legnagyobb rendezvénye, ami a költségvetésben is megmutatkozik. Bár a kisvárdai lesz fesztivál nem betegszik, a környező településekhez képest jóval nagyobb keretet biztosít ennek megrendezésére az önkormányzat. Idén ez közel 30 millió forintot jelent. A rendezvényt meghatározza az előadók színvonala, valamint az, hogy a gyermekes családok és az idősebb korosztály is találhat számukra megfelelő programot. A pénteken kezdődött rendezvényt a Soul Wave koncertje indította. Köszönjük, hogy a sarkában találnak, keresítünk őt és magad néz hadánra.